Köszöntöm Önöket, ez itt a Gasztro Ördög, én Angyal Tamás vagyok. Már is itt vagyunk Edit néninél. Edit néni, milyen ételt fogok készíteni? Finomat! Értem, de mi a neve? Edit néni vagyok. Az étel neve micsoda? Hát mondom, hogy finom. Az a neve, hogy finom? Igen. És az íze is finom? Szerintem k***va rossz. De ha már ehetetlen, legalább a neve legyen finom, nem igaz? Jó, de akkor miért pont ezt fogjuk elkészíteni? Hát nem mindegy. Tévén keresztül úgy se érzik maga, meg úgy is mindig mindenre azt mondja, hogy finom, ha ízlik, ha nem. Akkor lássunk is neki, mivel kezdünk? Imával. Hálát adunk az ételnek? Nem. Megkérjük a jó Istent, hogy ne a férjem szemüvege legyen rajtam, mert a szekrényben nem csak fűszerek vannak. Volt már ebből baj? Baj nem. Haláleset az volt. Ugye kis nyugdíjasok vagyunk, nem telik pénz több útóra, aztán egy szekrényben vannak az ételízesítők, meg a kerti vegyszerek. Kóstolta már a részszulfátos mákos bugyoromat? Nem. Azért van életben. No, akkor nézzük, hogyan készül a finom. Mi az első lépés? No, először is kivajazzuk a tepsit. Jó, akkor segítek, jó? Nem fog menni. Editke, azért egy tepsit csak ki tudok vajazni. Jó, akkor csinálja. Jó, hol a vaj? Na ugye. Tudja, mikor láttam utoljára vajat? Amikor a férjem a múlt héten hazajött a kocsmából, köszönt és egész este kedves volt hozzám. Na mondom, benézek a füle mögé, tele volt vajjal. Kis nyugdíjas vagyok, miből gondolta, hogy van itthon vaj? Hát akkor ezt az ételt most nem tudjuk elkészíteni, de Editke, mi mással tudna minket meglepni? Hát félhúzhatom a szoknyámat. Azt inkább, hogy lepjen, inkább valami mással lepjen meg jó, minket. Jó, akkor elszavalhatom Önöknek a helyi népköltészet egyik remek művét. Az asszonyok vacsora időben leülnek a frigider elé, és a következőt szokták a hűtőnek elszavalni. Ajtód mögött hűvös vagy, valószínű üres vagy, de ha csirkét benned találok, fél év után kajálok. Editke, köszönjük szépen!